stúdiónk vendége Bükler András. Napjainkban egyszerre van a Hanuka és a karácsony, de ennél még nagyobb feladat az, hogy mindenki ajándékot kap, többek között könyvet is. És mindenki olyan könyvet kap, például egy házaspár járt itt nálam a stúdióba, külön-külön riportot készítettem vele, és az egyik megmutatta, hogy mit vesz társának ajándékba. Megdöbbentő volt, mind a ketten ugyanazt a könyvet vásárolták, a könyv ára 25 ezer forint volt darabonként, úgyhogy nehéz lesz neki kicserélni. Mégis mit ajánlasz te, mint a város kulturális felelőse a könyv területen, visszatérő vendégünk, mit tegyen az, aki 3-4 darab könyvet kapott, ugyanazt? Hát ötleteink vannak, 25 ezer forintban már nagyon sok könyvet lehet venni Budapesten, vagy tulajdonképpen bárhol. Több könyvet hoztam neked megmutatni, mesélni. Az egyik, ami pár héttel ezelőtt jelent meg, Margit Patricia Eszter, a Zsidó mennyasszony című könyve. Ez egy pár évvel ezelőtt már egyszer megjelent Magyarországon, de most egy átdolgozott, picit bővített és új kiadását veheti a kezébe a magyar olvasó is. Dalos Saci a főszereplő, egy fiatal pozsonyi úti zsidó lány, egy igazi csajszi, pszichológia hallgató, keresi a nagy őt, az igazi pasit, ilyet már hallottunk, és különböző kalandokba keveredik Budapesten, keresi a saját gyökereit, megküzd a saját gyökértelenségével, különböző krízishelyzeteken megy át, majd egyszer megismerkedik egy Simcha Baruch nevű úriemberrel, aki elcsábítja Izraelbe, aki bevezeti a zsidó misztika, a gematria, a kabala világába, és a főhősünk előtt egy teljesen új világ nyílik meg. Azzal együtt ennek az új világnak az összes kihívása, problémája és ellentmondása, és még mindig keresi a nagyőt, még mindig kutatja, hogy milyen típusú férfi mellett szeretne ő kikötni. Egy nagyon sok időben és földrajzi területeken átívelő, nagyon szép regény mindenkinek, aki könnyed kikapcsolódásra és egy érdekes utazásra vágyik a Szentföldre, vagy éppen a Pozsonyi útra egy fiatal. És ezt ajánljuk, aki könyvet akar cserélni bárkinek. Akár cserélni, de ha már... A hanukai ajándékosoknak, vagy akár a karácsonyi ajándékosoknak. Akárkinek. Sikerkönyvről beszélünk, egy nagyon olvasmányos, bár nagyon nehéz problémákat is megismerünk benne, amikkel azt gondolom, hogy számos pesti zsidó fiatal az élete egy pontján találkozott, de ettől függetlenül olvasmányos. És mi a különbség az előző kiadás és a mostani kiadás között? Ez azt gondoljuk, hogy még olvasmányosabb, még nagyobb olvasási élményt jelent. Ez egy bővített kiadás? Ez egy picit bővített és egy picit izgalmasabbá tett kiadás. Jó, nézzük akkor a következőt. Mutatok egy picit nehezebbet. Szintén pár héttel ezelőtt jelent meg Ungvári Krisztián új könyve, a Horthy rendszer és antiszemitizmusának mérlege. Hát ez egy nem, nem igazán a hanukai fények vagy a karácsonyfa árnyékába való. De talán vannak... azok a téli estéket éljük most ezekben a napokban, amikor az embernek igazán van ideje egy ilyen könyvet kinyitni. Nem egy olyan olvasmányra azt gondoljuk, hogy az év bármelyik napján, több mint 700 oldalban. Ugye Ungvári Krisztiánnak 2012-ben lett az MTA doktora, és akkor jelent meg az első gyakorlatilag a doktori disszertációja. Ez annak egy bővített és már átdolgozott kiadása, tehát nem egy száraz disszertáció, tudományakadémiai disszertációval találkozunk. Egy történelmi művet hogy lehet átdolgozni? Most már másképpen gondolja? Nem, hogy vagy fogyaszthatóvá teszi? Fogyaszthatóvá tenni, közérthetővé tenni, és azokat a különleges dilemmákat, vagy történelmi korszakokat bemutatni a mindennapi olvasó számára. Ugye nagyon sokat vitatkozunk Horthy szerepéről és Horthy megítéléséről, ami teljesen rendben van, hogy ez nem egyértelmű, sőt. De mi vezetett odáig? Ennek a rendszernek az antiszemitizmusa milyen volt? Akár egy picit, ha Horthytól eltávolodunk, akkor a magyar társadalomban végigmenő akkori változások hogyan ágyaztak meg, vagy éppen hogyan tették lehetővé azt a hihetetlen antiszemita hullámot, amit gyakorlatilag a 20-as évektől megfigyelhetünk, és aminek a Horthy rendszer egyfajta kicsúcsosodása volt 44-ben, de mi vezetett odáig? Egyáltalán ez az egész modernizáció, ez milyen hatással volt a magyar társadalomra? Miért kellett ekkor ellenségképeket felépíteni? Hogyan reagált mindenre az akkori kormányzat, és hogyan reagált mindenre Horthy? Hát ezt azért ennél egy picit részletesebben 700 oldalba fejti ki Ungvári Krisztián. Nagyon-nagyon szertágazó a történet, nagyon sok olyan szociológiai, vagy egyszerűen társadalomtörténeti dolgot bemutat, amit amúgy nem szoktunk megismerni, hogyha pusztán a Horthy rendszerre koncentrálunk. Ez tényleg egy olyan kontextust ad a kornak, vagy ezeknek a
kutatásoknak, mivel ez közérthető és valójában értelmezhető lesz. Tehát ezt nyugodt szívvel ajánlhatjuk minden érdeklődőnek, zsidónak vagy nem zsidónak. Abszolút. Egyaránt, hisz nem árt az, hogyha a történelem érthető módon, olvasható módon egy fotelba, otthon szépen, csendesen, főleg ezeken a téli napokon, és a zsidóknak sem árt, hogyha megtudják, hogy konkrétan mit is tárt fel a történész. Igen. De hoztam még azért egy picit könnyebbet, szintén pár héttel ezelőtt jelent meg Pauk György életrajzi kötete. Ez már sokkal vidámabb, Négy húron pendülök címmel, 80 év emlékei. Pauk György, aki azt gondoljuk, hogy az egyik leghíresebb, legnagyobb karriert, nemzetközi karriert befutott magyar hegedűművész, 80. születésnapjára jelent meg. Pedig nem a könyv, néz ki még 80-nak. Még nem is néz ki 80-nak, pedig a hegedűje aztán még sokkal öregebb. Pauk György ugye Budapesten született még a háború alatt, a szüleit elvesztette, csak a nagymamája élte túl a háborút. Ő már a háború előtt egészen kicsi korában elkezdett hegedülni, és persze kimaradt ott egy elég hosszú időszak, amíg ő védett házban volt, és aztán vette újra kezébe a hangszert, majd az 50-es években, amikor az igazi nemzetközi siker szele őt megcsapta. Milyen az, amikor egy egyszerű magyar srác, egy tehetséges pesti srác elkezd megnyerni olyan fontos nemzetközi hegedűversenyeket, amiket előtte sokáig Magyarországon még csak álmodni sem mertek. Zatulecki tanítványként milyen az, amikor eljut Olaszországba, Németországba, Hollandiába, és sorra nyeri a versenyeket, és aztán egy ponton ő kint maradt. A rendszer mennyire díjazta még kint maradása előtt az ő? Hát amennyire az a rendszer bármennyit tehetséges fiatalokból díjazott, megkapta azt, amit Magyarországon egy fiatal hegedűművész körülbelül megkaphatott, de hát az ő tehetsége ezzel nem volt egyenértékű, sokkal többet tudott elérni, és kiment, és bejárta Hollandiát, Franciaországot, majd Londonban telepedett le. Egy csomó vidám történettel tele van a könyv, persze a holokauszt után szinte ennél csak vidámabb történetek jönnek, az ő gyermekei. Hogy lett ő a ti szerzőtök? Mi szerzőnk? Hát ő már régóta gondolkozik ezen a könyvön, hogy meg kéne írni ezt a rengeteg történetet. Mi meg boldogan vállaltuk ezt. Azt gondolom, hogy zsidó olvasó számára is egy csomó izgalmas történetet rejt, hogy mit jelent egy zsidó művésznek zsidóként színpadra lépni bárhol. Egyrészt egy holokauszt után, másrészt azután, hogy neki egy nemzetközi független színpadon kellett teljesítenie, hogyan viszonyult ő Izrael államhoz, hogyan viszonyult ő az izraeli zenei oktatáshoz, de olyan vidám történetek is vannak benne, hogy amikor az ő fia megszületett, akkor Yehudi Menuhint, a legismertebb zsidó hegedűművészt kérte föl, hogy legyen a gyerek keresztapja. Menuhin persze ezt nem vállalta el, és aztán később a gyerek bármicvóján már ezen jókat derültek, de egy nagyon tanulságos könyv mindarról, hogy gyakorlatilag a háborútól napjainkig a nemzetközi zenei, komoly zenei élet igazi elitje. Mi mindent köszönhetünk egy nagymamának, aki itt maradt velünk. Ráadásul. És akkor nézzük már. És akkor hozok egy picit könnyebb történetet. Azt gondolom, hogy zsidóként feladatunk és természetes életünk természetes része, hogy más kultúránk iránt is érdeklődünk, és hidakat, átjárókat keresünk. Hagyományosan, de másképp üljünk egy asztalhoz, Románi Gasztró címmel jelent meg, gyakorlatilag egy cigány szakácskönyv. De egy olyan cigány szakácskönyv, ami egy igazi 21. századi cigány szakácskönyv, nem a leghagyományosabb ételeket találjuk ezzel benne. Ezzel azt akarod nekem mondani, hogy tulajdonképpen akkor ezek szerint van cigány gasztronómia is? Sose volt kérdés, hogy van-e cigány gasztronómia, az a kérdés. De még soha nem láttunk cigány gasztronómia szakácskönyvet. És hogy mi az igazi? Mi az igazi? Ugye Magyarországon, amit cigány ételeknek gondolunk, azok nem feltétlenül cigány ételek. A töltött káposzta az a cigányság felvette, de alapvetően nem egy eredendően cigány ételről beszélünk. Ez a szakácskönyv ez nem csak, hogy az igazi gyökereket mutatja be, az alapanyagokat, hanem mindazt, amit a cigányság a konyháról, a gasztronómiáról és talán családról is gondol. Manapság nagyon divatos a sustainability, a fenntarthatóság, a fenntartható otthon, a fenntartható konyha, hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy minél kevesebbet pazaroljunk. Ez nemzetközi trend, sokan híres szakácsok és szakértők írnak erről, ennél sokkal hosszabb könyveket, hogy hogyan lehet minél több mindent felhasználni, hogy ne kelljen igazán pazarolnunk. De hát ez a cigánykonyha, az ősi cigánykonyha egyik alapja, hogy mindent felhasználunk. A zsidókonyha is hasonló, amikor a hétvégén a házasszonya tulajdonképpen nagy takarítást rendez a frigiderbe, igen, és elkészül a híres zsidó leves. Igen. Na most ez az a könyv, ami pontosan bemutatja azt, hogy egy velünk együtt élő közösség ezeket hogyan éli meg, mi a szerepe ott az asztalnak, az otthonban, a főzésnek, mik azok a receptek, amik akár gyógyító hatással lehetnek, mik azok a receptek, amik ünnepekre valók, mik azok, amik hétköznapokra valók, és egy csodálatos
lehetőség arra, hogy hidakat építsünk kultúrák és közösségek között. Az elmúlt percekben stúdiónk vendége volt Bükler András, és nem csak az ószövetségieknek, akik úgy hívunk, hogy a könyvnépe, hanem egyaránt az ó és új szövetségeknek egy egész készletet ajánl, főleg azoknak, akik hatalmas könyvajándékokat kaptak, és rohannak a könyvesboltba kicserélni. Tehát écát is adtunk, hogy mire cseréljék, de azoknak is, akik még úgy érzik, hogy maradt egy kis fölösleges pénzük, rajta gyorsan irány a könyvesboltba, higgyék el, a legjobb beruházás, mert nem csak önök olvassák el, hanem a gyerekeik, meg talán a szomszédok vagy a barátok is. Ja, igaz, ők járjanak könyvtárba, hisz az sokkal olcsóbb. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Thank you.